Újraélesztés, vízrőlmentés, töltésmagasítás, völgyzárógát megerősítése, alpintechnikával való roncskiemelés, elsősegélynyújtás volt többek között a feladata, gyakorlatok a bemutató során az újraélesztés világnapján. A katasztrófavédelem egy olyan tíz évvel ezelőtt kezdte igazán az önkénteseket, mint erőforrásra tekinteni, és beleintegrálni abba a védekezési rendszerbe, ami, amiben dolgozunk. És most már Társként a lakosság érdekeiben együtt végezzük a tevékenységünket. Ezeket a gyakorlatokat három évente kell megtartani a Védelmi Bizottság társszerveinek. A Vöröskereszt első körben ott van a bajba jutottaknál, nekik fontos az újraélesztés technikáját szinten tartani. Ez az alkalom pedig kiváló lehetőséget teremt erre. Nekünk szükséges alapismeret az, hogy az újraélesztés folyamatát és mozzanatait tudjuk, úgyhogy ezt a mai gyakorlaton, akkor ugye megnyitó után így a részvevőkkel átgyakoroltuk, hogy hogyan is kell egy szabályos újraélesztést véghez vinni, vagy legalábbis a mentőhívásig hívásig milyen teendőink vannak nekünk laikus ellátóknak. Sok ember életét veszi azért, mert nem kapja meg időben a szakszerű elsősegét, ezért is fontos a vörös kereszt szerepe mindennapi életünkben. Nagyon jó kezdeményezés a vörös kereszt részéről hogy tanítja az állampolgárokat. Ugye egyrészt a kressz ismeretek vonatkozásában, tehát a jogosítványhoz szükséges az, hogy elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezzen mindenki. Másrészt szabad időben képezi a vörös kereszt az állampolgárokat, hogy hogyan tudják fölismerni a különféle egészségügyi eseményeket, és be tudjanak avatkozni. Úgy gondolom, hogy a 21. századi felkészült és modern emberhez hozzátartozanak ezek az ismeretek. Az újraélesztés világnapján történt megemlékezést és a bemutató gyakorlatokat a Pécsvárad melletti Dombajtónál tartották.